János, olvastam egy interjút önnel, amiben a következőt mondta: Hogy amerikai pszichiáterek bebizonyították azt, hogy nincs olyan jeles tévériporter és jeles színész, akinek ne lenne valamilyen sérülése. Jól emlékszem erre az interjúra? Nem tudom, én a saját interjúm, nem emlékszem. Mondtam de de, de volna, meg igaz egyet. is történet. Még mielőtt belekezdünk, azért hagyd magyarul valamit, döntsük el, hogy tegeződünk vagy magázódunk. Mert láttam például, hogy a partnerem nem tud magázódni. Maga azzal kezdte, hogy János mondja el, én mint idősebb felajánlanám a tegeződést. Megtisztelsz. Köszönöm jó? Jó? szépen. Jó? Egyébként ezzel mindig zűrbe vagyok, hozzá szeretném tenni, mert én egy ős magázódó Miért? típus Miért? Miért vagy az? Hát ennek több oka van, és ezt nem azért mondom, hogy kikerüljem a választ az előző kérdésre. Jó, jó, jó. A jó kérdés. Mert... Egyrészt a nyelv szépségéhez tartozik. Tehát, hogy az ember többféleképpen tudja. Csak nagyon zárójelben mondom, volt olyan hölgy, akinek udvaroltam, majd a feleségem lett, és mindvégig magázódtunk. Már a házasság kötés után is? Igen. Tényleg? Most itt néztek, rémültem, mint az őrült. nagyon sok helyen van, van egy finom erotikája a dolognak, azt hozzá szeretném tenni, de nem csak ezért. Hát, ha belenéztek a század előn Magyarországon, a papát nagyon sok családban magázták. Volt ebben valami fajta póz is ennyi idő után? Nem, 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 az úgy úgy marad. Most a feleség dologról beszél. Nem, az úgy marad. Az első körben, amikor itt most találkoztunk kint ott az csarnokban, nem tudom, emlékszel-e? hogy... nem emlékszel, figyeltelek. Lemagáztalak. Igen, de El a második a... menetre már tegező. És kíváncsi voltam, hogy mit reagálsz rá. És igen, és hogyha, semmit nem igen, reagáltam. Igen, nem, szemed nem remben. Na most ebbe, ezt a játékot én végig játszhatom. De, de az igen. érdekes, hogy én a Víg Színházban, amikor bekerültem, én körülbelül azt hiszem, hogy 22 hu éves voltam, és az első nagy premierem az a játék a kastélyban című előadás, Molnár Ferencé volt, amit Marton László rendezett, Benne volt ugye Benedek Miklós, Lukács Sándor, Feszban Béla, a László. Vadak, igen, után. nagyon nagy vadak. Én 22 évesen el tudok képzelni. Igen, hát és az, amikor, és az a nonsens, hogy onnantól, de négy éven keresztül a szímű mindenkit tegezel. Tehát a Lukács Sándoron át, minden, tehát mindenki. Talán az Alföldi volt, aki, de ő szerintem pózból, de kikérte magának a igen. magázódást, azt szerintem póz. De hát tényleg jöttek ezek a nagy vadak. Egyszer csak a, a Színházban volt az, hogy ott partneri viszonyba kerültem, nálam jóval nagyobb vadakkal, és zavaró volt a magázódás. Azért, mert... De miért magázottatok vissza akkor Lukácsra? A, a, a Lukács Sanyival például nem magázottunk, Az nagyon érdekes volt. De a, a Benedek Miklóssal, a Tahitó Lászlóval, Martonnal, ővel, ővelük kifejezetten. És az én munkámat nehezítette. Egy olyan plusz réteget rakott rá az alkotói munkára, aminek szerintem nem volt helye ami pont azt a fajta lazaságot és munkametódust hátrát egy picit ezzel a pózzal, bár nem uh -huh. arra atok, nem tisztelentlenségből mondom, de hogy ami, ami póz nem volt például a színmű, amikor dolgoztunk együtt. No, de vissza az eredeti kérdéshez, ha igaz hogy is az, amit, ha igaz az, amit János állít, vagy pontosabban hivatkozik amerikai pszichológusokra, hogy egy jeles színész és egy jeles riporternek is szükségképpen legyen valamifajta sérülése, akkor nektek mi a sérülésetek? A sérülést kudarcnak értem én. Nem feltétlenül olyan sérül. Hát ez ugye persze embere válogatja, hogy ki hogyan föl, fogja föl magában a dolgokat. De azt hiszem mindenkinek, aki eltölt egy x évet a pályán, vannak olyan kudarc élményeire, amire ferri a dél, hogy jaj, csak Neked ez. Neked az tenni. micsoda? most egy furcsát fogok mondani, és nem akarom előre vinni a kérdést, de Nekem az életem legrosszabb riporteri élménye. Az egy teljesen hihetetlen történet volt, nem az, hogy nem adtak riportot, nem az, hogy rosszat kérdezem, stb. Egy nagyon régi műsor volt szóval, amikor a 70-es évek elején élőbe ment a televízió stúdiójából, nagyon fiatal voltam, kezdő voltam még, és egy stúdióbeszélgetés volt, semmiféle főcím nem volt. Előtte azzal indult, hogy az ember azt mondta, hogy jó napot kívánok, és a Pest megyei idegenforgalomról beszélgethettünk 40 vonzó percen keresztül. És, és akkor ugye még a stúdióban ilyen nagy volt, minden, jött a a létrával, és úgy szóltam, hogy hát, izéld meg, ma mi áll, csinálsz itt azzal a létre? És ránéztem magam előtt a monitorra, és láttam Ilyen, magam. Megy, ó. Na most ugye a kérdés a fejemben, miközben Szél Szentendre szépségeit ecsetelgették mellettem, végig az volt, végig az volt hogy ki ment ehhez adásba. Ezt én nem tudom megkérdezni, hogy senkitől. Nem tudom leállítani a műsort, mert élő és ment 40 percig úgy, hogy a végén a szószoros értelmében a szék mellett csorgott a verejtékem a földre. És végül is kiment? Pillanat. És mikor vége lett a műsornak, és nagy örömmel megköszöntem ezeknek az embereknek, hogy ott voltak, és biztos nagyon érdekeseket mondtak, akkor kimentem a folyosóra, és az első ember, aki kijött a stúdió szobából azt mondta, azt kérdeztem, hogy milyen volt? Ma reggel olyan unalmas volt, hogy szörnyű, és akkor megnyugodtam, hogy későn tolták be a kulcsot. És akkor erre én nagyon sokszor felriadtam. Utána határoztam el egész életemre vonatkoztatva, hogy soha élő stúdióban nem dumálok. Mm -hmm. Én meg másra gondoltam a sérülés kapcsán, Mi? de lehet, én hogy én nagyon értem. rosszul. Én azt gondolom... Én értem, mire gondolsz. De oh, ez, igen. Ez, is a, ez is hasonló. Hasonló, egyiként. de azt az embert, akit valami megmagyarázhatatlan erő lök a nyilvánosság irányába, annak kell valami kompenzálni valója. Na most ez jel. szerintem egy nagyon érdekes dolog, amiről, amit megpendítettél, ami nem sokára, nem rég volt egy osztálytalálkozónk, ilyen színműs osztálytalálkozón, ahol összeültünk és beszélgettünk a színműs éveinkről. Börcsök ennyi, ő nekünk az osztályfőnök helyettesünk volt, és az ő halála kapcsán Még jött ő. föl egy nagyon-nagyon sok olyan dolog, ami velünk történt a színműn. Gáfival, Áccsal, Börcsivel, stb. Tehát, hogy ők milyen szeretetben neveltek minket, vagy vittek tovább, és hogy ők egyébként milyen brutális körülmények között lettek színészek. Tehát, hogy a horvai kapács generáció, az a nagyon nagy részük ők a mesterség óra előtt hánytak a WC-ben. Minden egyes mesterség óra előtt három órakor. Annyira féltek tőlük? Igen, rettegtek rettegtek. De mit csináltak velük, hogy rettegni kelljen. E Ezt tőlük kell megkérdezni. De ők nem mondták el? De elmondják, szerintem el, 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 biztos, hogy valaki el tudja mondani, de szerintem van egy generáció, aki most tanít, aki most vezető vezető színész, akik abban a, abban a metódusban nőttek föl, amit to tovább próbálnak tanítani, ami szerintem egy téves irány és a gelfék azért nem ugyanezt csinálták, de az, amiről te beszélsz, az, az szerintem egy iskola. És itt jön a képbe egy nagyon-nagyon fontos pe, ö, aspektus, hogy több iskolát kell megtanulni, már a színműn is. Tehát nem úgy van, hogy csak a Stanislavski metódus van, és onnantól kezdve csak azt lehet tanulni, nem van a Meyerholdi, van egyébként csak a technikára rámenő stílus, van a film, stb. Egy csomó metódus van. Mert hogyha mindig ezzel fogunk dolgozni a sérüléseinkkel, akkor egyszer csak azon fogjuk kapni magunkat, hogy azok a traumák amelyekből dolgozunk. Azok az élmények, amelyeket a színpadon felhasítunk magunkból, azokat mondjuk egy pszichoszínházban, egy pszichológusnál egyszer dolgozott fel, és annak köszönhetően te megkönnyebbülsz, átéled, újraéled, és el tudod engedni. Még ha jól értem, van olyan módszer, hogy folyamatosan ezt kapargatni Én színészként egy csomó hely, például az ügynök halálában lévő, mikor a biffet játszom, pontosan ez a félelmetes, hogy minden egyes alkalommal, és most is királyságodik, ha rá gondolok, minden egyes alkalommal föl kell tépjem azt a traumát az életemben, mi történt velem, mert akkor fog sikerülni az utolsó vége monológ. És ez ezt elmeséled vagy... nekünk, hogy az micsoda? Nem, dehogy is. Azért nem fogom elmesélni, mert Gálfi László egyszer azt mondta nekünk, hogy minden színésznek legyen titka. Nekem ez a titkom. Kisont Hildikó azt mondta egyszer egy interjúban, hogy az az ember, akinek nincs titka, az érdektelen ember. Ez nagyon megmaradt. <laughs> az, ja. Azért érdekes ez, mert közben én érzem, hogy te azt szeretnéd hallani, hogy a, hogy a sérülés, hogy valakit Abszolút. megaláztak. a az a munkájában és stb. És kicsi és nagy szeretne lenni, már méretre nagy és kicsi szeretne lenni. Én én, én én mikor ezt az idézetet, ha én idéztem, akkor valami, én inkább ilyesfajta sérülésekre gondoltam, ami a pályán ér, érem bennünket, ami egyébként nem zárja ki hogy ez az egész történet a gyerekkori sérüléseinkig visszatudni. Mi menni. meggyőződésem. Tudnék is mondani egy-egy példát mindkettőtökre, de nem akarom elvenni előletek a szót, hogy én mire gondolom. Elmondhatom? Oh, de de persze. Persze. Jó, hát jó. Ezért jöttünk utána, hogy <laughs> <mindenki> megyünk is. <laughs> Szerintem neked az, hogy a te nagybátyád kvázi pótapakép volt gyerekkorodban. Igen. Neki szerettél volna valamilyen szinten megfelelni. Noha, ő ugye orvos volt. Ő nagyon szeretett volna újságíró lenni, neki szerettél volna kedvezni, hogy azt a pályát Ez választod. Igaz. Mindeközben te hosszú évekig nem láthattad apukádat, csak hétvégente. Igen. Ebből biztos, hogy következik valami rád nézve a te későbbi személyiségedre. Hát nyilván el kéne menni, vagy voltam is egyébként pszichológusnál sokat beszélgetni erről, az apa képről, meg az anya képről, csak hogy ez a talány megfejthető legyen két mondatban, az én apámat azt elvitték vidékre, mert én egy, a nagypapámnak volt egy gyára, mire a a felszabadulás után ugye már akkor azt leállamosították, az apám volt ott az igazgató, gépeket leszerelték, elvitték Tatára, nem működtek, apámat levitték a gépek után, és havonta egyszer jöhetett haza. Innen az apa hiány. Egész, majdnem négy, éves, négy vagy öt éves koromig. A nagybátyám meg egy kifejezetten értelmiségi ember volt, aki, neki ilyen írói ambíciója van, voltak, miközben az egyik legnagyobb magyar röntgenorológus lett, és, és végig orvosként dolgozott. Ezt csak azért teszem hozzá, hogyha valaki tényleg érdekelne ez a történet, biztos, és egyre többet olvasunk arról, hogy nem csak olvasunk, hanem hallunk és tudunk, hogy a, a gyerekkori sérelmek, anélkül, hogy esetleg tudná róla miként befolyásolják a felnőttkori viselkedést. Te mire gyanakszol a te esetedben? Én semmire nem különösebben. Nézd, ugye én rólam nagyon sokáig azt hitték, hogy én egy olyan családból vagyok, ahol az apám, mit tudom én, egyetemi professzor volt az, egy túróst. Az én apám elvesztette mindenét, anyám elvesztette mindenét, robotoltak, apám textiltechnikus volt, anyám nő volt, és nem is remélhettem az, hogy egy olyan időszakba kerülök általuk, hogy majd ők segítenek nekem a pályámon. Hát mit tudtak volna a szegények segíteni? Megviselte őket az élet rettenetesen. Ezt most látom egyre inkább mint korábban, amikor én már 16 éves korom vagyok, azért elszakadtam, és elkezdtem magam keresni, meg riporter kerestetik meg az összes ilyen műsor, és a magam életét építettem. De ez biztos, hogy belejátszott a későbbi gyerekneveléseimbe is. Milyen értelemben? Hát, hogy ez tudatalat benne van az emberekben, hogy én egyedüli gyerek voltam, akkor nekem az első gyerek lehet, hogy kedvesebb, mint a második, akkor ezt kompenzálni akarja az ember, nekem két lány van, ezt kompenzálni akarja az ember, vagy sikerül, vagy nem. De ne, nem hinném, hogy a szakmámra ez annyira hatott volna. Tehát én a szakmai pályámat, meg ezt az egész magám dolgot valahogy mindig megpróbáltam különkezelni, ezért is nem lett belőlem soha olyan, mondjuk, úgy igazi tévé, és mint egy Friderikusz vagy egy, egy Vitrai, akik az életét tett, életüket tették le. Én ettől el akartam mindig egy picit távolodni. Miért? Ö, ennek két oka is volt. Az egyik az, hogy, hogy ugye. Te a magad, ugye, most egy híres ember vagy. Sokan ismernek téged. Engem ugye úgy ért a híresség, hogy szombatról vasárnapra. <laughs> én megnyertem egy riporterkerestetik versenyt, és ezt akkor 5 millióan nézték a döntőt, vagy én nem tudom ma hányan. És egyszerűen nem tudtam ezzel az egész ügyel mit kezdeni. Meg is kavarta a fejed? Abszolút. Uh -huh. Abszolút. végigestem azon az összes hülyeségen, amikor az összes kollégám végigment, hogy nem akartam, hogy megismerjenek, de azért nagyon rosszul esett, ha nem ismertek meg, és ebbe belehűltél előbb uh -huh. után. Tudod? Nagy Te... képűsködtél is kicsit? Bizonyára. Bizonyára. Ez bele tartozik. Hát 21 éves uh -huh. rác voltam. Ráadásul. Az igaz, egyébként azt nem Áronnál is megbeszéljük ezt a gyerekkori történetet, hogy amikor volt egy olyan riport, amit te még abszolút amatőrként követtél el. Vitrai oda ment utána hozzád, és hát azt mondta, hogy fiatalember, azért ez nem volt akármi. Mire te állítólag hegykén annyit mondta, hogy nem ügy. Igaz. <laughs> Igaz. Azóta is szégyellem a dolgot egyébként. Miért szégyelled? Azért, mert ennél felnőttebbnek és okosabbnak kellett volna lennem. Nem azzal, hogy a Vitrainak fitraivannak mondom a ő szakmáját, hanem mai szemmel visszanéz be. Ez, nem, ez egy buta viselkedés, mikor az ember úgy azt mondja, hogy természet, nem volt természetes. Szóval, uh, uh, és, és azért is szégyellem, mert én a magam szakmájával szemben is elvártam tiszteletet a későbbiekben, és ugyanilyen megvető dolgokat volt, hogy hallottam. Édesapám és édesanyámtól magabiztosságot tanultunk a húgommal mind a ketten. Az, hogy állj ki magadért, hogyha sérelem ér. Szólaj föl ellene, ne hagyd magad. Téged sokért, gyerek? Igen, persze. engem kiközösítettek, a suliban volt egy rémisztő időszak az életemben. Azért ezt mondjuk el, nem biztos, hogy mindenki tud. É, miért közösítettek? Vajdasági gyerek vagyok, és amikor átjöttünk ide Magyarországra, akkor a volt egy osztályfőnök, akinek valami támogatás kellett volna, és a, a szüleim nem írták alá egyből a támogatást, és ezért megbiegeztek minket menekültként, akkor még nem a migráns volt az elterjedt pejoratív szó, hanem a menekült, és román menekültnek kezdtek el csúfolni a, a, az osztálytársaim. A amit... hajdaságból jöttek. Igen, tehát egy földrajzilag is óriási igen. kulimász volt a fejben, de hogy nem ez volt a fő probléma, hanem az, hogy a gyerekek ezt nyilván otthon hallották, és a tanártól hallották. Ez egy nagyon mérhet... ez mérhetetlen felelőtlenség volt, másrészt pedig én harmadikos voltam, amikor ez történt, velem, és ez tartott nyolcadikig. Szóval igen, nagyon, nagyon sok sérelem ez nagyon. Kiközösítés, az pontosan hogy kellett képzelni? Megvertek, Megvertek. Nem, nem, játsz, nem játszottam velük. Te ültél a sorokban, míg a többiek játszottak? Hát igen, meg nem vettek be a játékba egyáltalán, igen. Leköptek, volt olyan is. Szóval ez ez, 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 ez egy borzasztó dolog. Ja, nagyon kemény helyzetek voltak. Például én takarítottam a postánkat, amikor ott lógott rajta a csula. Szóval igen, igen, ez nagyon kemény helyzetek voltak. Melyik évről beszélünk most? Fúha. Én az a baj, hogy nem vagyok túl jó években. Hát így 87-ben a... születtem, és ekkor voltam 9. Éve... Igen, igen, nem igen, vagyunk. igen, 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 Hat. Hat, 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 hat éve, éve igen. Tehát, de én 9 éves koromtól kezdve. Bocsánat, ha te fiatalon szóltál tanárnak, diáknak, aki téged kiközösített, megalázott akkor miért nem volt annak foganatja az osztályközösségen belül? Az öt év az nagyon-nagyon hosszú idő. Öt évet így végigcsinálni, hogy az ember azt érzi, hogy nem tagja egy közösségnek, ahova vágyik. Rettenetesen egyetlenek tudnak lenni a gyerekek. Azért azt nem mond nekem, hogy ez nem hagy valamilyen nyomot az ember személyiségképetében. De ez nem kérdés, hogy hagyja vagy nem hagyja. És szerinted miért? De... Hát itt az eredmény, nem. hát a igen. társadalmi aktivitástól kezdve az egyenlőségi minden. Minden úgy, hogy teljes rajdistaként fogunk kimenni innen a stúdióból, hogy nincs probléma, az anya még vissza, mert nota bene, nota bene. Nota benne az teljesen kimutatott dolog, hogy még a bétpapától tud, is tudsz genetikailag örökölni tulajdonságokat. Tehát ez nem, nem, csak a kimézésre. Ez sajnos mind így van, és hogy az, az igazán ideális családok azok lennének, amelyek pontosan föl tudnák oldani a gyerekeiknek ezeket a feszültségeiket, de holott sokszor nem veszik észre, sokszor nem is tudják, hogy mit kéne csinálni, és így az életünket, persze. másrészt meg az a durva, még ez, ez, még rá ezzel a történettel, hogy ugye nekünk rád ez, ezt tanítják. Tehát, hogy belegondoltok, hogy az én a szienis és Filmművészeti arról szól, hogy hozz az életedből olyan dolgot, amit még senkinek nem mondtál el. Kinek hozod ezt a jelenetet? Kinek? Pedagógusoknak? Szakembereknek? Uh, Mentálhigiénés embereknek? Nem. Színésznek? rendezőnek, Érted? Tehát, hogy nem színházigazgatónak, nem olyan embereknek, akik, akik, tudják, hogy ezt hogy kell kezelni, hogy ezt ki kell beszélni, hogy kell átdolgozni, hogy kell dolgozni ezzel a dologgal, hanem a te sérüléseidet utána lehet, hogy kinevetik. Hát igen is volt? Hát, persze, de ez egy zavarból eredendő. Tehát, képzétek el, hogy nekem volt olyan jelenetem elsőben, amikor a, a, korai magömléssel kapcsolatban csináltam egy jelenetet, ami nekem egy nagyon frusztráló dolog volt, de 18 éves koromban, hogy volt egy ilyen problémám, és mégis egyszer csak, amikor elhoztam ezt a jelenetet, amit nagyon sokáig gondolkoztam rajta, hogy ezt elhozzam-e vagy ne hozzam el, mert az, gondoljatok bele, egy tök friss közeggel találkozol. néztéget egy tíz fiatal. Az egyetemről, igen. Igen, igen. igen, igen. Az, néz tíz idegen ember bár nem ismered őket, fiúk, lányok. Ott ül egy kosutdias, ott ülnek a tanárok, és az, és akkor egyszer csak az van, hogy vállalsz egy nagyot, és úgy döntesz, hogy megmutatod a jelenetet. És nem kezelték jól mit csináltak? Nem, nem, ezt mondom, hogy nem szakemberek. Mm. Tehát, hogy... E, 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 igen, 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 igen. És, 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 nem is az osztálytársaim, mert a például jelenet után arra érdekes volt, amikor oda jött öt fiú, és azt mondták, hogy Basszus Áron, velünk is volt ilyen. Tudjuk, hogy miről beszélsz, és nem is értjük, hogy miért mondták, hogy nem értették a jelenetet. És, Félelmetes volt fel, ö, ott, ott tudatosítani azt, hogy ez, ez mennyire ijesztő volt számomra, de utólag, végig gondolva teljesen igazolja igazából azt a helyzetet, hogy én ilyen helyzetbe kerültem, mert nem ült ott egy drámainstruktor, nem ült ott egy mentálhigiénés szakember, egy pszichológus vagy bárki, akinek szerintem kutya kötelessége lenne ott ülni egy ennyire érzékeny állapotban lévő osztályjal, közösséggel, akik az életük traumáit fogják oda okádni a színpadra. Te bármilyen értelemben a korábbi sérelmeid vagy traumáid kapcsán jutottál érvényes válaszig köszönhetően ennek a színházi felfogásnak? Tehát, hogy tépkeded ezeket a traumákat? Tehát volt bármilyen haszna a te személyiségedre nézve? Igen. Elke, egyrészt a színház terápiás jelleg is. Tehát uh -huh. például, uh, ugye van, van a, a László Trir, ő minden egyes filmjére úgy tekint, szerintem ő egy pszichopata, de Igen, de, de, de másrészt meg Zseni. Igen. De hogy uh, ő például minden egyes filmjére úgy tekint, mint egy, egy, egy terápiás jelleg. Minden egyes jó megfogalmazott szerep és egy jó uh, rendezővel uh, együtt létrejövő munka, az tud kifejezetten terápiás lenni. Ez a rendező múlik? Múlik nagyon nagy. Az ő pedagógiai érzékén? az, nem is tudod el, nem is tudjátok elképzelni, hogy mennyire múlik. Tehát, hogy például az, hogy itt ott kezdődik, hogy partnerként tekint rád, vagy katonaként, és ez egy óriási különbség. Tehát az, hogy egyenrangú szinten, és nem magázás tegezé szintjén, hanem az, hogy valóban alkotó partnerként rád, mert abban a pillanatban az a szerep az ügyeddé fog válni. Mondasz erre egy pozitív példát? Bodó Viktor. Tehát ő például egyértelműen volt. Mácsai Pál ő is ilyen volt. Lukács Andor. Ú, most nehogy nehogy esetleg valaki olyat mondja, hogy, hogy tudod, marad. Szabó Máté ő is, ő, is, ő, is, ő is maximális ilyen volt. Pár dolgot kigyűjtöttem veled kapcsolatban, amit kollégák mondtak rólad. Az egyik például ez az úgy megmarad bennem, hogy te konfliktus kerülő vagy. Lehet neveket kérni hozzá? Nem, nem fogok élni. Nem fogok. Hát mert konfliktuskerülő úgysem fogja. É, é. Abszolút igaz. És ez miért Olyannyira igaz, em, egész életemet így éltem, ennek nem csak rossz oldal, mert úgy, úgy szól, hogy megfutamodok a konkrét, egy túróst futamodok meg, legfőjebb nem csinálom azt a dolgot, vagy nem hajtom végre, vagy valami, hanem az összes munkahelyeimen. Az emberek közti konfliktust állítólag én tudtam a legjobban lekezelni. És az tudod? hogy nyilv? Nem, tehát ez mindig az ott alkalommal függ. Ha az emberek konfliktusba kerülnek egymással, ezzel én többet nem dolgozom, gyertek be hozzám, beszéljük ezt meg, és akkor megbeszéljük. ez tök jó. Pár minden vezető így gondolkodna. Hát én, én nem mondtam, hogy rossz. Tehát én inkább. Ha várjál, azt mondtad magadról, hogy nem voltál jó vezető, mert téged általában szerettek, és egy jó vezető az rendben Én tart. nekem egy kicsit az az érzésem, hogy kell néha üvöltenem, vagy soha nem csináltam. Soha? Soha. Hát akkor mégsem kell, nem? A papírodon van olyan, hogy én üvöltenem. Nem, nem. <laughs> De akkor mégsem kell, hogy ezt mondod, nem? Tehát ez egy általánosság, amit mondasz, de hogy te meg nem csináltad, és mégis működött a rendszered. Hát én azt hiszem, hogy jó szóval és értelmes beszéddel a dolgok 90 a elintézhető, és, és nem kell ehhez üvölteni, és becsapni az ajtót, és kibinni. Én tudod, egy nagyon furcsa dologra vagyok büszke, én most a konfliktussal kapcsolatban, hogy persze minden munkahelyen volt az embernek konfliktus, a ilyen vagy olyan dolgokban. Kivéve egyetlen munkahelyemet, az a mostani magyar televízió amihez ugye semmi közöm, mert ez már nem az, amiben én dolgoztam. De az összes többit, értsd a sportévét, a nem tudom mit, a kubai nagykövetséget, az ottani beosztottaimat, vagy engem szeretettel fogadnak most is. Tehát vissza tudok menni, és úgy oda jönnek hozzám, és megtapogatnak, hogy itt vagyok, meg valami. És ilyenkor mindig elbizonytadom, hogy kicsit akkor rossz főnök voltam, mert, mert, mert szeretnek. Mi van még a papírodon az érdekelően? Találtam hogy, hogy nem lehet rólad eldönteni, Na, hogy jó. te türelmes ember vagy, vagy csak lusta. Én ezt segítek eldönteni, lusta. Lusta vagy? Igen. Tudom, hogy a másikat vártad, lusta vagyok. Szóval azért ez egy na a következőbe gondolj bele. Magyarországon azért a rangér, hírér, ami nekem volt, most már kevésbé van, mert ugye egy korosztály kiszalad ebből, azért mindenki iszonyú keményen küzdött. Én meg úgy mentem előre, én soha nem vettem el senkitől műsort, soha sem álltam senkinek a fejére, hogy kilátszom a paraám mögül, és a többi, és a többi. Mert volt a kezdet, ami egy ilyen jó kezdet volt, ez a riporter és én mindig válogathattam a munkák közül. Ez szerencse kérdése is? Nem. Nem. Nyilván, hogy nem szerencse kérdése. A szerencse, azt tudod, az egy olyan dolog, hogy a szerencse mindenkivel szembe jön, csak nem mindenki ismeri fel. Ez most komolyan mondom? Jó, Tehát csak nem mindenki ismeri fel, veled is, velem is, és száz esetben, ha egyszer jól felismered, akkor jól haladsz előre. Én a saját szakmámban soha senkit nem tiportam le. Tehát ilyen értelemben lusta voltam, ha úgy tetszik. Nem mentem műsorunk után, jöttek azok maguktól. Hiányérzeted van ilyen értelemben? Érdekes módon egy ügyben van hiányérzetem, és most ki fogsz nevetni. Én soha nem csináltam olyan műsort, bármilyen hihetetlen, mint te. Tehát én, soha nem volt olyan műsorom, hogy kettesbe beszélgetek valakivel, vagy hármasba, ez most tök mindegy. De nem azért lehet ez, és megint csak aztán már nem foglak itt horvátjános János idézetekkel fárasztani. Igen, de ezek nem az én idézetek. Ezek azok, nem, hogy általában véve, igen. igen, hogy nekem az derült ki, hogy téged nem érdekeltek annyira az alanyok, mint sokunkat. Tehát Igen. idő után te elkezdtél unatkozni. Benned nem volt az a nagy igazi emberi rövid, érdeklődés. Rövid, rövid idő után már. Igen? <laughs> nem, hát most, most, karikírozom a dolgot, de való igaz, hogy amikor a pályámnak ugye a 20. évébe voltam, én 64-be kezdtem végül is a riporter keresztetikkel akkor én már, akkor, amit az előbb mondtam a Vitraira, meg a Frederikusra, hogy ezeknek ez volt az életük, hogy érdeklődtek emberek után. Ahogy nézlek, te is egy ilyen típus vagy. Téged érdekel ez, hogy itt neked miként jön ki a haditerved, amit kettőnk. Nincs hát haditerv, csak az első kérdés, igen. Jó, jó, jó. Meg, meg, meg akkor úgy érdekel, hogy most figyelsz rá, és érdekel, és vissza tudnád mondani. Mindjárt megkérdezem. De a, és én sosem voltam, egy idő után elkezdett valóban a dolog annyira nem érdekelni, és sokkal inkább elkezdett a televíziózásnak egy másik része érdekelni, amely ennek az egésznek a hatásmechanizmusával foglalkozott, és így kerültem inkább TV- üzemek élére, ha így tetszik mondani, és kevésbé érdekelt ez a személyes interjú. De hiányérzet van benned ezek szerint? Van, 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 mert, mert, mert néha megirigylem azokat az embereket, téged is egyébként, most megnéztem egy pár műsorodat, illetve meghallgattam, hogy milyen jó dolog ez, hogy valakit ennyire őszintén. Van nekem egy barátom, a Kepes Andris. Az Andris, ha leülök beszélgetni, az hogy fantasztikus érzés, hogy ezt az ember tényleg érdekli, amit én mondok. Ezt olyan kevésnél látjuk. Szóval ő tényleg meg akarja hallgatni azt, amit én elmondok. Hogy de itt nem arra van, hogy segíteni kell, nem segíteni kell. Beszélgetünk. Uh -huh. Érdekli. Lehet, hogy én érdekeset mondok, de biztos mondok érdektelent is. Érdekli. És ennyiben valóban van egy hiányérzetem magam irányába, mi a fence játszom én itt magamat, hogy televíziós riporter. Áron, azt mondja ugye János, hogy szerinte nincs szerencse, azt fel kell ismerni. Én mondok egy történetet. Nem azt mondtam, kapcsán. azt mondtam, hogy szerencse. van, csak hát fel kell is, fel... önmagában nincs mázli. A csak egy esély, tulajdonképpen Igen, ezt állítja János. Igen. Lehet, hogy én mondok egy olyat, ahol szerintem neked kellett a szerencse, vagy mert elmondod, hogy pontosan micsoda. Ugye Szabó Győző kinézett téged a Toxicoma című könyvének a megfilmesítésének a főszerepére, kvázi őt alakítod ebben a filmben. Igen. Elmentél a hol a te elmondásod szerint, Herendi Gábor a végén azt mondta, hogy hát köszönjük, mert te nem voltál jó. Ha no, kaptál még egy esét. Miért kaptál még egy esét? Az ritkán van, hogy valaki nagyon rossz, és azt mondják, hogy próbáld meg még egyszer. <laughs> hát bizt, az a helyzet, hogy az életem első interjúi között emlékszem a Szalag címre, amikor azt mondtam, hogy nem hiszek a szerencsében. Ez volt az első, talán, amit így mondtam. Így nyilvánosan és azóta ezt tartom ezt a dolgot. Ümm, nem, ha nagy kontextusában nézzük ezt a, a képet, teljes mértében egyetértek, simán szembe jöhet a szerencse, és észre lehet venni ezt a dolgot. A általad említett helyzet nem szerencsém múlt, az talán azon múlt, hogy látott valamit bennem Herendi Gábor, valóban irdatlan rossz voltam azon a castingon, civil, rossz, nem találtam a karaktert, csokis is voltam, nem, egyszerűen nem. Hogy játszod a legjobb barátodat? Ez hogy, hogy, Mert hogy a Szabó a te legjobb barátom. Az egyik legjobb barátom. Ez hogy játszod el? Hogy, 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 hogy őt egy ez egybe játszod? Az ő pörgését, a, a krákogását? <laughs> vagy, 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 vagy ez belerakod? Vagy, vagy akkor te is hadarsz? Vagy akkor megpróbálod lenémíteni a hangod? Vagy, és én nem találtam egyáltalán ezt a dolgot. Egy, és nem találtam rajta fogást. De a Gábor látott valamit. Amire azt mondta, hogy ez, való, ez érdekes lehet. És visszahívott a második castingra, és hasonlóan rossz volt. <laughs> Még jobb. <laughs> elképesztő. Elképesztő volt, de, de, de valami oknál fogva, biztos győzve is beszélt, ön, ő, is gondolkozott ezen a dolgon, stb. 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 Elhívott egy harmadik castingra, és emlékszem arra, hogy, de, de közben előtte azt éreztem, hogy annyira rossz voltam, hogy nekem ez nem, hogy kedvem nincs, hanem az élettől elment. Tehát az egész színészettől elment a kedvem. Hogy itt, hát ha én ilyen, ilyen rossz vagyok, akkor ennek már nincs is semmi értelme. Ez, ez egy komolyabb marcangolási metódus, amikor nem jön össze egy casting. Főleg egy ilyen klassz szerep, és aztán harmadikra, amikor elmentem, akkor emlékszem, hogy Nekem nagy segítséget jelentenek a dokumentumfilmek, és uh, amikor például Noárnál csinálok egy számot vagy egy ügyet, uh, elkezdek felgöngyöríteni a leginspirálóbb dolog. Az én életemben az egy dokumentumfilm, mert ott nincs kamu, ott minden az az ami, az ami, tehát ott, ott nem, 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 nem játszik senki szerepet, vagy ha játszik is, benne van egy olyan bőrben ami ami nagyon érvényes és megnéztem a heroinról egy dokumentumfilmet akkor, hogy ez hogy és miképpen nézett ki így a 90-es, 2000-es években, és egy nagyon penge dokumentumfilm volt, és ott láttam meg igazán, hogy, hogy nem a Szabó győzőt kell, hogy eljátszam, hanem a Szabó győző problématikáján keresztül beszélve a saját problémáimról, a saját ügyeimről, a saját titkaimról. kell, hogy igen, igen. igen, És hogy és mit okoz igen. az igen. a szer? Mit okozna az én igen. életemben a szer? Mérhetetlenül fájdalmas és uh, ilyen nagyon személyes ügyé vált az egy casting, és azt mondta Gábor, hogy Áron, ez mi volt? <laughs> a harmadik casting, hogy na, ez az, ez, ez lesz. Az és akkor ut utána működött. Nem, szer nem szerencsém volt. A uh, Gábor hitén múlt. Ez azon múlt, hogy nem, nincs meggyőződés. Tehát nem volt meggyőződés. A meggyőződés és hit között ugye pont ez a különbség, hogy nincs tapasztalati út. Tehát az a tapasztalat az az volt, hogy ez a, ez, ez, ez a, gyerek ez rossz. De, de közben a hit meg az volt, hogy de itt valami miatt a győző mondja, val valami van ebben a srácban. És tovább mentünk, és amikor vége volt a forgatásnak, és volt egy ilyen buli, ahol így beszélgettünk egymással, hogy hogy sikerült a forgatás. A Gábornak ez az a záró mondat, amikor elbúcsúztunk egymást, hogy nagyon rossz voltál a castingon. Azt mondta, hogy magában, mondja, pozitívat is. De mondott. Mondott? És mit mondott? A legpozitívabb az volt, amikor a harmadik nap forgattunk a Katonai József színházban, és így félrehívott, és mondta, hogy na most nyugodtam meg. Nyilván... Hú, ez egy nagyon fontos mondat. Hú, hát ez hülyéskedsz. Hát ez, ez hú, ez nagyon, nagyon Ez durva volt, mert én emlékszem arra, hogy eltelik két casting, nem annyira jó a srác. Van egy casting, ahol jó a srác, van egy negyedik casting, ahol nem ro még mindig működik, amikor már a feleségemet kerestük, és volt egy öt, én öt, ötször casting voltam, öt castingon voltam, és aztán Barnával, aki a Csernus a kérdében Barnával eresztettek össze, és ott nagyon jó kémia működött kettőnk között, és egyszer csak azon, az volt, hogy de még mindig nem forgatunk. Tehát, hogy lehet, hogy ez a srác eljön a forgatás, és hasonlóan szar lesz, mint az első castingon. Nem, és végigmentünk, és az nekem nagyon megnyugtató volt, hogy megbízott bennem, de én amikor elkezdtünk forgatni, egyáltalán nem úgy álltam hozzá színészként, hogy én a Gábornak akarok bebizonyítani. Engem a szerep problémája érdekelt, és ezt ő meglátta. János, neked volt olyan korszakod, amikor úgy, és nem azt mondom, hogy drogoztál, de amikor úgy elengedted, élvezted az életet. Mert nagyon fegyelmezett ember hírében az. Az is oda van írva. Ilyen, és mondtam, Kepes, kepes mondta. <laughs> Informálok. Nem. Szóval az az érzés, az a... Jó, egyébként azért örülök a kérdésnek, mert ez az így életem nagy fájdalma. Ugye én 64-ben, mikor ugye bekerültem ebbe a riporterkerestetik útján a televízióba, mert rögtön elkezdtem külsőzni, nekem az a ha klasszikus egyetemi időszak, ami másoknak van, eljár ide, oda, kimaradt. Én elmentem tanul, nem voltam tök jeles tanuló, de jól tanultam az egyetemen, és utána rohantam a tévébe dolgozni Na. külsősként. Később se pótoltad be? És később se pótoltam be, mert ez fáj igazán. De mert, miért nem pótoltad be? Mert akkor, mert akkor végigmentem ezeken, amikről az előbb beszéltünk, hogy híres ember vagyok, most nem tudok tombolni, nem engedhetem el magam. Most lehet, hogy most már itten közel a 80-hoz <laughs> elkezdenék tombolni, de ki akar velem, de együtt tombolni. <gül> <gül> szóval erre mondom, hogy nekem kimaradt az életem, that temple. Uh én voltam az egyetlen nagykövet Kubában, aki nem tud táncolni. Yeah. Nem odafelejtettem, mert már előtte se tudtam. Érted? Tehát, hogy kimaradtak bizonyos ifjúkori dolgok az életemből, amiket, amik sajnál, amit sajnál. De mi történik veled egy kubai fogadáson, amikor elkezdenek nagykövetek ott táncolni? Te akkor Azok mit nem táncolnak utána, amikor meghívnak, akkor van a tánc. Nem, mert hát akkor szépen el, elbeszélgetem. Nem volt ez, ez fájdalmas, mert egy nagykövet nem mennek szólni, akkor még nem részek, minden. Mindenki. Mikorra már részekkel kezd lenni, akkor eljövök. De gondolom, hogy sok zavart okozott azért az életedben, hogy te nem tudsz táncolni. Nagyon hát olyan helyzetbe, Nagyon igen? sokat. Hát az összes baráti, személyes, ismerettségi kapcsolatomban, ez nekem mindig egy ilyen gátlást jelent. Elmenekülsz Együtt. olyankor? Ha most már minek, de... de korábban. El, korábban ha elmenekültem igen? ezekben a helyzetekben, vagy pedig konzert. Tudod, hogy ez úgy van, hogy... hogy én ott ülök, és akkor egyszer csak odapattan eléd egy helyre kis menyecske, és azt mondja, hogy táncol velem? Na, és akkor azt mondom, hogy nem táncolok, és akkor nem, akkor megmagyaráz, hogy nem azért, mert ő nem, de én nem táncolok, úgyse hiszi el, na jöjjön, kipróbáljuk, és egyre szarabb lesz a helyzet. <laughs> és aztán igen, ez egy nagy, nekem az életemben ez egy nagy hiátus. De tényleg nem tudsz táncolni, Én vagy ez egy blokk? Nem tudok. És de ez a blokk? Utána nem? már ez blokkol. Utána, nyilván nagyon neki szaladnék, akkor tudnék táncolni, akkor, de, de ez például leblokkolt. És érdekes, hogy, hogy nekem két dolog hiányzik az életemből, amiről magamnak is állandóan számot adok. Az egyik ez, amiről most beszélünk, a másik az zene. Ez uh -huh. összefügg vele egyébként. Uh -huh. Legyen komoly zene, legyen könnyű zene, kimaradt az eme, maradjunk ebbe. Tehát ez a két dolog, ez nagyon hiányzott nekem. És ha már a hölgyeket említed, aztán annyit fogsz erően mesélni, amennyit akarsz, de egy ilyen fegyelmezett ember azt tudott például hogy nagy szenvedéllyel szeret, nagy szenvedélyes életet? Sajnos, én... igen. Sajnos, Sajnos... Sajnos igen. Azokat nehéz volt kontrollálni, mert. A... És akkor inkább az ember ugye bezárkózik. Van, aki élve, nekem volt olyan barátom, aki már járni nem tudott, de azt magyarázta nekem, hogy szerelmesnek kell lenni szerelmes, és igaza volt. Én meg mindig azt mondtam neki, hogy előbb menj el egy gyógyfürdőbe, aztán csináld meg a térdezet. Aztán... De... de... hát akkor volt, amikor eldobáltad az agyad, nem? Amikor úgy észveszejtő módon azt mondtad, hogy szerelmes Volt, hogy ne, hogy ne, hogy ne. Neked a szerelem volt a drog. Mindig rosszul végződött. Hogy, hogy mindig rosszul végződött? kivéve a gyerekeim anyjával történt házasságom. Jó, hogy ég... pontosítottál azért. Igen. Persze. Hirtelen végig gondoltam, hogy mondom, üthetnek fejben. <laughs> Nekem volt két nagy szerelmem, nem fogok neveket mondani, tehát tök mindegy. És mindkettőben akkor szerettem bele, mikor már megvolt egy ösztöndíj hogy júni, tehát mindig úgy, úgy nyár elején, és én szeptemberben mentem egyszer Kubába, másszor Amerikába. Ez egy sorsszerűen jött. Érted? És euh, az egyiknél még volt levélírás, akkor egy hónapig ment a levél, szóval szörnyű volt. Na. De még egyszer lehet, hogy megpróbálok. <laughs> Igen. <gül> még... Nem ugranál el? Hát mert öregszik az ember, és gondozásra van szükség egy idő után. Nem, szóval ez kimaradt. Tehát a... én fegyelmezett ember is vagyok egyébként. Tehát euh, Ö, még beberúgtam azzal nem volt probléma, csak akkor el tudtam, hogy mikor kell eltűnni az életből, vagy a mások életéből egészen pontosan. De nem voltak ilyen nagyszerenáldi jeleneteim valóban. Áron neked voltak? Hát nekem, ki, nem jelenteni, nekem voltak gondjaim az alkohollal. Igen? Igen, igen, a vix évek azok, azok az, 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 az eredeti megrágtak, igen, ott azért elég sok. Sokat fogyasztottunk, hol azért, mert örültünk, hol azért, mert nem örültünk. Hol az De mit jelent, hogy gondja? Plusztret, sok sokat ittam. Hát, hogy azért nagyon, nagyon sokat. De voltam, odáig jutottam. Minden nap voltam, hogy persze. Tehát, hogy ez De vidéki színházban is voltam. Nem, nem, nem. nem. Ja nem tudod feldolgozni a traumáidat, amit éppen történik veled, vagy az, hogy humorként próbált kezelni azt a fajta abúzust, ami, ami körbevesz a kollégáiddal, akkor ez kialakul egy csorda szellem, egy, egy jó hangulat, hogy minden alkalommal ott maradunk feldolgozni az éppen aktuális helyzeteket, hülye, hülyéskedünk, és akkor ugye közben egyszer csak ennek az eszköze lesz az alkohol. Te csináltál hülyeségeket, és ennek köszönhetően? Ez életemben? Nem. Ugye a, mi a alatt? Hát hogy annyi hülyeséget csináltam, hogy nem tudom neked elmondani. De akkor uh... arról beszélünk, Tehát, hogy annak köszönhető. Igen, igen, csináltam, igen, igen. Volt voltak, voltak hülyeségek, igen. Tehát például, amikor Eszeny arról beszélt, hogy hát nem is érti, hogy miért van ez most, hogy beleállnak, mert hát itt azért az egyik legaktívabb ember, aki ebben nagyon szószóló, az, az egy vendégjátékon uh, annyira megharapta az egyik kollégájának a kezét részegen, hogy uh, be kellett veszettség ellen oltani. Ezt nem tudom, hogy tényleg így történt, de hogy, de hogy ez én voltam. Tehát, hogy tényleg ott nagyon súlyos állapotba kerültem már a végszín az utolsó periódusában. Egy nagyon-nagyon súlyos lejtmenetben voltam, egyáltalán nem voltam önazonos, el, el voltam hízva olyan szerep. de csak hogy mondjam, hogy látok olyan szerepet, ahol evidens, hogy az ember megborotválkozik, mert olyan, de látszik, hogy tök borostáson állok ott, rossz hajjal, tehát így, láttam, hogy olyan pusztulat volt az, az állapot, és Ebből muszáj volt kievickelni, tehát hogy ez tök teljes, teljes érezhető volt, de ez volt gimnáziumon a kábítószer, ez ugyanaz. Tehát, hogy a, a ki, tehát fogyasztottál? Igen, tehát kipróbáltam, igen, és ott is teljesen világos volt számomra, hogy ha itt ennek nincs kerete, és nem, nem szabályozunk ezt a történetet a saját életünkben, akkor simán rá lehet csúszni. És inkor... honnan van az emberben ilyesfajta önreflexió? Nem mindenkibe van. Tehát látja magát kívülről, és azt mondja, hogy hello, eddig és rá tovább. Az van, hogy nekem tényleg óriási mázlim van a szüleimmel. Tényleg, szóval szeretetben nőttem fel. És uh, amikor lázadsz, és ha mész valami ellen, akkor is egyszer csak idő után rájössz, hogy basszuskus, a szeretet ellen lázadsz. Fia, uh -huh. vagy, a, vagy, a, vagy az a fajta család ellen, aki befogad, elfogad, támogat. Üm. Az, ez sokkal nehezebb ügy egy olyan családnál, vagy egy olyan embernél, vagy olyan fiatalnál, vagy olyan tinédzsernél, aki, akinek nincs, nincs ez a közeg, és még szeretet nélkül nő föl, vagy pedig egy, vagy, vagy, akár intézetben, vagy akár olyan, olyan tényleg olyan közegben, ahol nincs támogatása. És azért ezek súlyos periódusok voltak az életemben, de azt tudom pontosan, hogy tök fontos volt a közeg, amiben voltunk. Közeg, hogy közeg tudta, hogy baj lehet. Igen, igen meg, meg nekünk volt egy fantasztikus osztályfőnökünk, Koromné Bekzsuzsa, aki a Vörös Martínián Gimnázium igazgatója is lett, és sajnos volt, ő is elhunyt és, mm. és ő egy olyan pedagógus volt, aki ezt nagyon komolyan kezelte az iskolában a kábítószer témáját. Tehát ő, ő, például teljesen brutális volt, hogy a tanárok például nem tudták, nem ismerték a spangli szagát. Itt kezdődött a dolog. Mi óra közben, vagy óra előtt is? Mi nagyon rossz állapotokat éltünk meg Értem. ebben az időszakokban, és, de hogy ettől függetlenül ők nem tudták felismerni, hogy ez probléma lehet. És ő a begzsú volt az, aki azt mondta, hogy na akkor most ezt a kezünkbe vesszük, és elkezdünk erről beszélni. Különböző helyzetekben, drogprevenciók kapcsán. De Áron, mond... ez szerencse. Nem. Ez valahol szerencs, hogy egy ilyen tanárral találkoztatok? Hát e, figyelj, most akkor ez hogy van? Visszamehetünk a világkeletkezéséhez. Ugye Steve, Steve Hogan azt mondja, hogy az emberiség létre létrejövetele egy véletlen. Nem tudom, mi az igazság, véletlen szerencse, nem tudom. Hát szemmel, kérdezek valamit. Mondom. Én láttam egy dokumentumfilmet, amelyben ugye te elköszöntél attól az RTL sorozattól, amelyben egyik figurát alakítottad, amiatt hát nem volt egy mélyen intellektuális figura, hogy finoman fogalmazza. Nagyon finoman fogalmaztál. Igen, és láttam, amit a rendező, az Iván, a kapitány Iván mondott, ez egy nagyon kulturált vállás volt. Hát öm, szerintem, ami, bocs, elhangzott a kérdésed, mert... A kérdés semmi, mindössze az, hogy mennyi gyötröttél ezen a válláson, amíg eljutottál -e hozzá, mert ugyanis ez nem arról volt szó, hogy ott hagyom a szerepet, vagy nem hagyom a szerepet, egy jól kereső munka lehetett, első pont, kettő barátokkal csináltad, akik között szerettél lenni, és egy kicsit szarba is hagytad őket, mert ugye a három közmunkás helyett csak kettő maradt a műben. Mm. És én ebben nem ezzel, akkor fölmerült ez a kérdés, hogy hogyan történhetett ez meg naturban? Mm -hmm. Három napig gyötrődtél, vagy mi volt? Nagyon szívesen elmesettem, soha nem meséltem még el igazán ezt a történetet, de... Erre vagyunk mi Mag... meg a kadarkai, hogy neked Nagyon szívesen. Te azt mondtad, hogy kulturált vállás volt, igaz? O, gének, Igen. Pojztat. Én pedig azt szeretném mondani, hogy ez egy kulturált vágás volt. Ugyanis az a műsor úgy lett összevágva, hogy az hangozzon el benne, ami, ami egy valódi kereskedelmi csatornának, illetve kapitány Ivánnak. Akkor át biz lettem verve. Bizony uh, uh, helyzetére jó szint vet. Jót vette. Igen, ez így van, de nem hangzott el minden, amit ott elmondtam, és ha elhangzott volna, egy sokkal nagyobb, komolyabb összkép jön össze. És azt most elmondod? Az a helyzet, hogy a mi kis falunknak az elején, a kapitány Ivánnak szerintem ez elképesztő klassz ötlete volt. Én az, én az, én, karakteremet nagyon nagy részt köszönhetem neki, mert ezt ő találta ki, az hogy volt, mint volt. De eleinte ő is nagyon bizonytalan volt, és nagyon súlyosan kommunikált velünk az első évadban. A, ez az ő bizonytalanságából fakadt, ijesztő volt Enikő konstellációjában, hogy ez most itt ez lesz, -e, be is feszültünk, mi, akik a Vic színházba jöttünk. De egyszer csak az első évadnak a sikerén felbuzdulva, nyitott lett, Jobb, jobb fejlett, stb. 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 És most az történik, hogy az történt utána egy, egy idő után, hogy az a körülmény, amiben mi forgattunk, szerintem nem volt színészekhez méltó. Teljesen mindegy, hogy az azt jelenti, hogy hogy ez Magyarország legnézettebb műsora, vagy Magyarország legkevésbé nézett műsora. Olyan színészek voltak ott, akik prominens, nagyon sok, sokat tapasztalt, illetve olyan fiatal színészek, akik komoly díjakkal és szerepekkel a hátuk mögött vállalták ezt a sorozatot. Most az infrastruktúrára gondolsz? Igen, többek között igen. Ez azt jelenti, hogy amikor a negyedik évadot mi leforgattuk, én nagyon szerettem volna, ha ebben a, ebben a műsorban van egy kiszámítató gyártási tervünk, nem volt kiszámítató gyártási tervünk. Egyik napról a másikra behívtak minket teljesen lehetetlen módon, és ha nem adtad le, hogy ráérsz, vagy sem, akkor, akkor ott volt egy, volt egy, volt egy konfliktus. Üm, rendszerint az volt, hogy gyere már, gyere már, gyere már, akkor Iván is kért, és egy idő után meg volt egy nagyon hülye helyzet ebből, hogy tudsz-e vagy nem, nem tudsz-e vagy kell-e jönnöd, és kellett menni. Akkor kértük azt, hogy legyen túlóránk, Üm, kértük azt, hogy legyen. Szeparát uh, mosdó és öltöző helyiségünk. Evidenciákat kértünk, amelyek szerintem nem luxus. Ezt te kérted igen, elsősorban, igen, ugye? Igen, igen, igen. Te az élét. Igen, igen, ez így van. És ehhez képest ez a változás nem jött el, sőt, elkezdődött egy, én összegyűjtöttem tíz színészt, akivel nagyon fontos lett volna, hogy közös konszenzusra jussunk, és egy olyan közög, közös gondolatot és milliót hozzunk létre, amiben nem csak mi, hanem a fiatal generáció is azt tudja mondani, hogy hivatkozási alapként tudnak ránk tekinteni. Na most ez nem jött létre, és az Ivánék mindig mondták, hogy majd, ha aláírjuk a szerződést, akkor lesznek a változások, akkor majd megtörténik, többi És én mondtam, hogy én viszont addig nem szeretném aláírni ezt a szerződést, amíg ez létre nem jön amíg ez a konszenzus létre nem jön köztünk. És ez addig-addig ment, amíg, uh, amíg azt mondta, hogy akkor Áron, én nem tudok neked gundát teljesíteni, uh, és én mondtam, hogy nem is gundát kérek, de akkor akkor szerintem itt elválnak az útjaink, és mondta, hogy rendben van, elválnak az útjaink. Amikor azt mondta, hogy szarban hagytam ezt a csapatot, ez nagyon érdekes kifejezés, én meg teljesen úgy érzem, hogy ő, ő meg, ő meg szarba se nézett minket ezzel a gesztusával. És én egzisztenciálisan, nem, amikor elgondolkozom azon, hogy mikor kerestem életemben van a legjobban, nem is kérdés, hogy a mi is falunk időszak alatt. Persze, szuper volt, marha jó kerestem, és ez sem érleg el is tárgyat a fejedben. Nem, ilyenkor. nem, egyáltalán hát nem. Hát ez, Igen. Hát ez, a, ebben a pillanatban az azt jelenti, hogy ebben a... is vagyunk szerintem, csak ebben a Túl jobb a kettő én, én. Most az egzisztencia és helyzetem, nagyon őszinte leszek veletek, egy, de egy, teljes csőd. De mégis nekem fel kell fognom azt, hogy, hogy ilyen szinten az, hogy tükörbe tudok-e nézni egy ilyen helyzetben, ez, ez nem, is, nem, is kérdés, hogy ezt nekem meg kellett -e hoznom ezt a döntés. És amikor én, ha én azt mondtam volna, és megemelték a fizetés, megemelték volna a fizetésemet, tehát ez azt jelenti, hogy Engem megvettek volna. Meg, ö, megvettek volna, és leszalámizták volna azt a fajta öntudatot, és azt a fajta ö, ö, elvárást, amit én szeretnék, nem csak magamnak, hanem a fiatal generációnak is, akik sokkal brutálisabb körülmények között forgatnak. Biztos, vagy benne, hogy soha nem fogod ezeket megbánni, ugye? Később se, 30 év múlva se. Ak akkor fogom megbánni, ha nem lesz változás. És azt pedig nem tudom elképzelni, ha nem oh. Tehát, hogy nem lesz változás. Hát De másrészt Ha majd... Nem csak annyit akartam mondani, hogy ez ugye egy színész azt szokták mondani, hogy kiszolgáltatott egy ilyen helyzetben. Ugye én szemben a. a többséggel én abszolút kedvelője vagyok ezeknek a típusú műsoroknak, mert a televízió ilyen, láttam a fejlődést, filmosztály, tehát nem az, hogy én ugyan bele nem néznék, én nagyon, bele, nagyon is belenézek ezekbe, és én egy nagy tetnek tartottam az RTL klub részéről, hogy belemertek menni esti főműsoridőbe egy ilyen magyar gyártású sorozattal, ami, ami tényleg egy komoly tett volt. Most egy kicsit szomorú lettem, mert én ezt másképp éltem meg, de hát ezek szerint megint átlettem verve. Mit látsz? Látsz egy sorozatot, amiben nagyon jó színészek, jó karakterek között, jó szövegeket elmondva, ami ugye az is Ivánnak a nagy részt az a érdeme. Jó játszák. És amit ezen kívül látsz, az pedig az összevágott anyag, amikor elröhögik. Hát mit hinnél? Hát ezek biztos, hogy marha jól érzik magukat kint a forgatáson, Igen. ami igaz is. Tehát, de hogy ezt ne felejtsétek el, hogy mi, a Víg Színházban, miután véget ért a próba 10-től 3-ig, nem 2-ig tartott a -e és sokszor 3-ig, és utána tönkretett minket, elmentünk kajálni a kisboltba, és ott feldolgoztuk ezt a történet, ami ott történt velünk, és szakadtunk a röhögéstől, mi is jól éreztük magunkat. Tehát ezt ne felej, utána, ez nagyon más, hogy hogy és milyen közegben érzed jól magad, hogy egyszer csak veszel egy nagy levegőt, és letagadva azt a jelen idejű helyzetet, amiben neked föl kéne állni, és azt mondta, hogy nem. Ilyen körülmények között nem forgathatunk. Egyikünk sem, te inkább a humort választod, mint fedősztorit. És ezt a humort nagyon könnyen ragaszthatod mindenki másra, Igen. mert akkor azt mondjuk, hogy ah, kinevetjük magunkba a stressz meg a feszültséget. Egy ideig, de egy idő után, hogyha felelősséggel tartozol a szakmádért, és a felnővő generációt és más generációt, akkor nem teheted már meg egy idő után ezt. Egyet mondj meg nekem, légy bocsánat, amikor te egy előre szaladsz sok tekintetben, és azt mondod, hogy utánom és a kezedben az ászló. Sokszor volt olyan, hogy visszanéztél, és már senki nem volt? Igen. Igen? Igen, 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 igen. konkrétan volt. Tehát hogy én emlékszem ezekre a pillanatokra, és tudjátok, hogy mi erősít meg a pozitív példák. Az, hogy sokkal több van a negatívból, félreértés ne esik. Tehát, hogy az, hogy egyedül maradtam, az, hogy lekoptattak, az, hogy egy ilyen helyzetben is egyedül maradtam, stb. Ez nyilvánvaló, hiszen csak én mondtam föl. De hogy... Vártál volna konkrétan emberek olyan gesztus, hogy szolidálják. Tizen, indul, tizen indultunk neki. Ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy összetettebb történet, mert itt, itt vannak olyan szerződési feltételek, amelyek alapján például én magáról a sorozatról nem mondhatok rosszat. Nem azt mondom, hogy itt csak gonosz és jó van, hanem vannak bizonyos helyzetek, amelyekben egy ilyen, nekem például egy, amikor valaki előjön egy ilyen, olyan dologgal, hogy van egy listája, amire az a né, azok a nevek vannak felírva, akit ők visszautasították, és azok, azok a nevek ki vannak húzva, mint meghívott emberek, engem az megijeszt, amikor ilyet mond nekem egy rendező. De ezt hol Hát ez válaszátok ki a két ember közül, ki De, hogy, de, hogy, de, hogy, de hogy ez számomra, nekem ez ijesztő. Nekem rengeteg ilyen kollégám volt, aki mindig, mikor valami balhé volt, akkor benyúlt a főkába, és ez, Te, 25 évvel ezelőtt azt mondtad rám, hogy... Igen. És akkor Rémülten ült az Tehát ember. kvázi ilyen büntető cédulák ez, 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 egy, ez egy büntető lista. Miközben imponálónak tartom ezt, én sose voltam ilyen alkat. Én egyszer lázadtam, de akkor a lázadásnak magam estem áldozatul, vagy nem estem áldozatul, én szerintem nem. Mikor a magyar televízióban, illetve az országban volt egy ilyen nagy tolódás, és én nem akartam olyan riportokat csinálni, hogy amit akkor kellett. És akkor bementem a főnökömhez, akivel emberivel nagyon jó viszonyban voltam, és azt mondtam, de Karcsi, én nem hajtok tovább magyar képernyőn szerepelni mm. ebbe a televízióban, riportokkal, stb. De hogy ez olyan volt akkor azt mondani a magyar televízióban, hogy ez meghűlt, ez a mindenki arra tolakszik, ha, hogy ki, meg se szóval ne hülyeskedj, mondtam, mondtam. Nem, 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 nem. Én nem akarok balhét csinálni, ez a különbség kettőnk között. Találjunk egy megoldást, vagy én elmegyek innen dolgozni. És akkor találtunk egy megoldást, hogy azt mondta, jó, menj el, keres egy helyet a magadnak a házon belül, de fél év múlva itt volt kaparni az ajtót, hogy vissza akarsz kerülni a képernyőre. És én öt évig nem voltam képernyőn akkor. És annyira bizonytalan voltam magamban, hogy rögtön bajuszt növesztettem, hogy ne is tudjak visszamenni a képernyőre, még ha kaparni lett volna. És, keb... és meg ismertek bajusszal? A metróhoz. Kevésbé, És fájt? <laughs> Egy kicsit. <laughs> Nem, most hülyeskedek, megismertek egyébként még Bajuszal is, meg, meg. És akkor ez egy lázadá, Ez a tévében ez az volt akkor egyébként. Tehát ilyen nagyon szolid ehhez képest. Azt mondhatod, hogy viszonylag könnyű szívvel hagytad ott te a képernyőt. Igen. Volt egy, ha már horváth János idézetekkel kezdtük, és így ez végigvonult az egész interjú során. Pár évvel ezelőtt mondtál egy érdekeset. Azt mondtad, hogy te mindig tiszteletbe tartottad azt, hogy a vitrai a number van, ő meg tiszteletbe tartotta azt, hogy te vagy a number two. Hát akkor ezt rosszul mondtam, mert én nem tartottam magam number two-nak. Az, hogy a vitrai a number van, azt mindig tiszteletbe tartottam. Hanyadik voltál te akkor, hanem a második? Nem raktam én így sorba, legyek második. De hát azért ott volt a maga módján. A Friderikus is, mondjuk politikai riporter, tehát a politikai riportásba, ott ezek az urak kevésbé szerepeltek. Ott én valóban úgy éreztem, hogy egy csomó új dolgot csinálok. Valami bizonyos dolgokban, műsorúításban néha emberben vannak éreztem magam ezekkel a kétvége, meg egyéb műsorokkal. De nem, nem tudtam magam rangsorolni, és a végén még egyszer mondom neked, én már egy kicsit szégyenkeztem is amiatt, amit te most itten előhoztál, hogy hát én bevallottam, hogy nem annyira érdekeltek az emberek. Márpedig ez körülbelül olyan, mintha egy sebész részegen megyek fel Kicsit túl vágom, hát mit tudom én, micsoda. De becsületemre legyen mondva, észrevettem magamon. Tehát, hogy nem akartam továbbra is azt a játékot játszani. Viszont ezt azzal próbáltam, hogy a szakmai dolgokat próbáltam olyan kollégáknak átadni, akik viszont érdeklődtek az emberek iránt, de szakmai hiányosságaik. És azt se azt tanítottam, hogy mit kell csinálni, hanem hogy miket hibáztam én, és ezt hogy oldják meg ő maguk. Tehát, például az előbb elmondott példa, ha bennem marad a műsorba, az, hogy egy élőadás előtt nem pofázunk, az mindenkinek jó tanács, uh -huh. és azzal tényleg én minden élőadás előtt, ha belülök, hibernálom magam. Uh -huh. Hát nem hibernáltuk magunkat. Én legalábbis a magam nevébe azt tudom mondani, hogy ti nagyon érdekesek voltatok, és köszönöm az őszinteségeteket. Horváth János és Molnár Áron Noárt látták, hallották. Elnézést kérek, ez nagyon fontos. Bocsáss meg, tudom, hogy lekonfva belepofázni is illetlenség. Én Molnár Áron vagyok, színész, aktivista, a Noár mozgalom vezetője. Ez a pontos definíció. Így fogjuk benne hagyni. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a beszélgetést.